A szombati nap a Makói Lovasport Egyesület és a három térségi fúvós zenekar felvonulásával kezdődött, akik minden évben ilyenkor közös örömzenével készülnek a fesztiválra. Először külön-külön mutatták be tudásukat, majd körülbelül 150 hangszer szólalt meg egyszerre a közös produkciók során, klasszikus magyar indulókat előadva. Fontos, hogy az embereknek legyen olyan lehetőség, ahol szabadon találkoznak, megismerik egymást, nyitottak egymásra, beszélgetnek, és nyilván ez a rendezvény is egy ilyen rendezvény. Azért nagyon jó, meg globális. Nyilván, aki az ételeket szereti, azért jön ki, aki a zenét szereti, vagy valamilyen kulturális műsort, azért jön ki. Tehát lehetőség arra, hogy Makóváros emberei találkozzanak, és egy hétvégét együtt töltsenek el. Úgy gondolom, hogy a mai társadalomban ezek az események igen fontosak. A nap folyamán a belső színpadon többek között fellépett a Pécskai Búzavirág együttes, illetve Postás Józsi és a Tihanyi Vándor színpad is. Plaum József és zenekara már a kezdetektől a fesztivál zenés produkcióit gyarapítják, főként mulatós nótákkal. Én 1999-ben jöttem a céghez dolgozni, és amikor csinálták az első grillpartit, főnökös az igazgató nevébe jutott, hogy én játszom valami szinten, és van zenekarom. Lejöttek, megkerestek engem, felkértek egy fellépés, és kérdezték, hogy van a zenekarnak neve. A zenekarnak nem volt neve, és így megegyeztünk, hogy akkor válik a zenekar. Délután a nagy színpadon adott műsort László Attila, a 2010-es Csillag születik tehetségkutató műsor győztese. Tavaly, amikor Makón járt, nagyon jól érezte magát, így örült, hogy újra itt lehet. Hál' Istennek nagyon sokat járok fellépni, nagyon sok felé hívnak, a nyár is teli van fellépésekkel. Ennek nagyon örülök, hiszen ott lehetek, ahol akarok, hiszen színpadon lehetek, énekelhetek embereknek, ezzel nekik örömet okozhatok. Én is jól érzem magamat ezzel is. És engem ez örömmel tölt el, hogy mehetek és mehetek. A nap folyamán több fellépő is szórakoztatta a közönséget, köztük Radics Gigi, akinek koncertjéről készített anyagunkról csütörtökön, míg a Magna Cum Laude produkciójáról péntek esti híradóinkban láthatnak összefoglalót.